Pajor Gyurai László, az egyik legkiválóbb magyar sportriporter, sportújságíró a vendégünk. Jó reggelt kívánok, ne bólogassál, szubjektív vélemény volt, én így konferáltalak föl. A sportban nagyon jó kis sikereket értünk el, és ugye a MOL vidi az utolsó másodpercig harcolt a Bajnokok Ligája főtáblájáig, akkor hát nem sikerült. Én azt mondom, hogy ha felemásan is, de nagyszerűen alakult akár a sorsolás is, hiszen jön két legyőzhető ellenfél, ugye, és jön a Chelsea, a világ egyik legismertebb csapata, hatszoros angol bajnok, 2016-17-ben rekordot jelentő 30 győzelemmel nyerték a Premier Ligát. Borítékolható, hogy teltház lesz a Groupama Arénában. Szerintem ez nem kétség. Szerintem még a Bate Borisov ellen is teltház lesz. Minek köszönhető mindez? Tehát a Chelsea felhúzza a többi meccset, és akkor a görög csapatot is említsük meg, a PAOK-ról van szó, illetve a fehér orosz Bate Borisovról, és akkor mindenki a Chelsea-re kíváncsi, vagy egyszerűen most ez egy régen várt siker, mert a magyar labdarúgás azért nem szokott minket minden egyes hónapban valami nagy örömmel elkábráztatni. Hát a kettő együtt egyébként, mert ugye a videóton, bocsánat, a Vidi, MOL-Vidi. A MOL-Vidi az ugye bérletet is árul, és az úgy sokkal kedvezményesebb megvenni, és ha már valaki megveszi, akkor nyilván kimegy mind a három mérkőzésre. De ez azért hozzájön az is, hogy ez egy érzet. Tehát az, hogy ez annak idején a Debrecennél kétszer, egyszer a BL-ben, egyszer az EL-ben, utána később a Vidinél, akkor még Videotonnál az EL-ben, azért tapasztalhattuk azt, hogy az más. Tehát egy kicsikét olyan, a szurkolónak is ad egy ilyen önérzet, jó önérzetet az, hogy ő most nemzetközi kupa meccsre mehet az ősszel. Tegnap a Kiskulacs étteremben voltam, Székesfehérváron, ahol az egyik főszurkoló a Pincér. És azt mondta, hogy olyan rossz érzés elmenni Budapestre, hogy Budapesten köszöntik a csapatokat, és nem Székesfehérváron, ahogy annak idején a 80-as évek közepén ugye jöttek a világsztárok, Manchester United, vagy a Zsejeznicsár Szarajevó kiváló csapata volt akkor. Szóval... Hát ez egy rossz csillagállás, ugyanis a Vidi stadionját azt már rég át kellett volna adni. És ehhez képest még nagy valószínűséggel a jelenlegi állás szerint még tavasszal se játszhat benne. De most azért a nemzetvédelmi alapból kaptak a 13 milliárd mellé még 3 milliárdot, ami megnyugtató hír. Hát igen, mindig kiderül, most éppen biztonsági problémák adottak, tehát a biztonsági rendszerre, tehát mindig van valami, amiatt csúszik. Hát ez most ez egy rossz konstelláció. Ha Krisztina feldobta a pénzt, akkor nézzük a jegyárakat. 7000 forint. Tudom, hogy furcsának hangzik sokak számára, de ez Chelsea elleni foci meccsre, hát bizony, nem tűnik soknak nemzetközi összehasonlításban. Ez a legolcsóbb jegy, mert 19 ezer a legdrágább. Jó, akkor úgy mondom, aki a Chelsea-t szeretné látni, az 7000 forintért láthatja. Ebből sem sikerült kitermelni ebből a 7000 kötőjel 19 ezer forintból a Dzsudzsák Balázsnak a potenciális 23 millió forint per havi bérét. Hát egyrészt ez még nincs a kasszában. Ráadásul meg... De ki kell például a 40-szeres bolgár válogatott leigazolt játékosának az évi 157 millió forintos bérét azért ebből termelni? Hát azért a kettő között demagóg van különbség. Vagyok. Meg nem demagóg, hanem... Gúnyos biztos, de elnézést, nem értek a focihoz, hogy klasszikusokat idézzek. Akkor nem én mondtam. Vállalom, szóval, két összegről beszéltem, 23 forint per hó, 157 per év. 23 millió. 23 millió. 23 forintért se fociznám. Nem mindent lehet azért kigazdálkodni, és nem mindent érdemes kigazdálkodni. Azért azt is meg kell nézni, milyen posztra igazolnak, mennyit adnak ki pénzt. Tehát önmagában azért a nevek azért nem mondanak mindig mindent el az igazi koncepcióról. Meg ráadásul itt jelentős bevételről is van szó, hiszen itt a Nemzetközi Szövetség fizet tévéközvetítések, szponzorpénzek, tehát itt nagy lehetőségek vannak. Hát akkor most a Videotonra, ha visszamegyünk. A Vidi, hogyha már nem nyer meg egyetlen egy meccset sem, vagy nem szerez pontot, akkor is egy olyan 3 milliárd forint közötti pénzt kapott. Na, most ehhez képest a hírek szerint 4,5 milliárd az éves költségvetése. Tehát mondhatni, hogy jó járt. Az egy más kérdés, hogy a BL-el sokszorosan jobban járt volna. Nézzük akkor konkrétan az ellenfeleket. Van nekünk egy
görög ellenfelünk, ugye a PAOK, akinek a vezetője Iván Savidis egyszer csak úgy döntött, hogy nem elégedett a játékvezetővel, és pisztollyal bement a pályára. Ez azt jelenti, hogy ott Görögországban tüzes lesz a hangulat? Görögországban tüzes lesz. Én ott voltam 2003-ban, amikor a Debrecennel játszott a PAOK. Ott, amikor már mentünk ki a busszal, például a csapatbusz mögött mentünk újságírók, már akkor is elég érdekes volt a hangulat. A meccs végén, mivel a játékvezetőre kicsit megharagudtak a görögök, és az a kis harag azért az eléggé operai méretű tudott ott lenni, tehát nehéz volt. Talán elmondani. Még azt is kiabálták neki, hogy szemüveget neki, és hasonló csúnyaságokat? Sajnos görögül éppen nem tudom. Nem értetted, jó. Segíthet-e ilyenkor például az, hogy sok-sok év távlatából legalább a rendszert ismeri, hogy a Molvidinek a sportigazgatója, ugye a PAOK játékosa volt, Kovács Zoltán válogatott labdarúgó, aki több mérkőzésen is játszott, és több gólt is rúgott a PAOK színeiben. Ilyenkor ennyi év távlatából az jelente valamit? Nem hiszem, hogy sokat jelentene, maximum az, hogy amikor Zoli majd megérkezik oda, akkor többen pacsiznak majd vele, de... Egy mondat még, mit tudunk a Bate Borisovról, a fehér orosz bajnokról? A Bate Borisov, ez egy kiemelkedően jó csapat a Fehér Oroszországnak, és rendszeres résztvevője a nemzetközi porondnak. Négy csapat van, ha egyetértesz velem, egy kiemelkedik a sorból, kár ezt tagadni, ugye ez a Chelsea, október 4-én játszunk Angliában, és decemberben érkeznek Magyarországra. Egyetértesz azzal az értékítélettel, amit én nagyjából úgy, hogy megpendítettem, hogy ők kiemelkednek, kettő viszont akár partiban lehetünk, vagy meg is verhetünk. Arra gondolunk, hogy a nyáron, a leszámítva a luxemburgi csapatot, mint a nálánál előrébb sorolt csapaton lépett túl a Vidi, plusz még hozzáteszünk, hogy mindenki, akivel játszották, még a luxemburgi is bejutott az Európa Ligába, tehát az azt jelenti, hogy igen, tehát függetlenül a ranglistán elfoglalt helytől a Vidinek van esélye győzni, vagy pontokat szerezni. Van keresni való is, aki akarja látni a Chelsea-t, akár 7000 forintért is megteheti, ez a legolcsóbb jegyára, 19 a legdrágább. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a kívást.